good morning, DSN. Hungary? Jó reggel, DXN Magyarország. First of all, I would like to thank you, DXN management, for organizing this webinar for DXN in Hungary. Először is szeretném megköszönni a DXN Magyarország menedzsmentjének, hogy megszervezték ezt a webkonferenciát. I will also thank you for all the DXN leaders and members being the attendees in the webinar today. Szeretném megköszönni a vezetőknek és a résztvevőknek, hogy itt vannak ezen a mai webkonferencián. Because you care for your own health. Mert ez azt jelenti, hogy számotokra fontos az egészségetek. You care for your family health. És fontos számotokra a családotok egészsége. You care for your community. És fontos számotokra a közösségetek is. You care for your country. Törődtök az országotokkal. You care for Europe. És törődtök Európával. And you care for the whole globe pandemic. És igazából törődtök ezzel az egész világjárvánnyal. I thank you very much for your presence today. És ezért szeretném nagyon megköszönni azt, hogy itt vagytok ma. Every one of us have a role to play today to prevent COVID-19. Mindannyiunknak fontos feladata van ma abban, hogy megelőzzük a COVID-19 koronavírus terjedését. And we know that the pandemic is quite serious in Europe. És tudjuk, hogy ez a világjárvány Európában már komoly méreteket öltött. We need to stay calm and stay united. Nyugodtnak kell maradnunk és össze kell fognunk. Let us work together to stop the virus. Együtt kell dolgoznunk azon, hogy megállítsuk a vírust. As we know, this COVID-19 virus, there is no medicine can cure. Ahogy tudjuk, erre a COVID-19 vírusra még nincs gyógyszer. The only way to help ourselves is to maintain and boost our immune system. Csak úgy tudunk segíteni saját magunkon, hogyha fenntartjuk az immunrendszerünk egészséges állapotát, és fel is tuningoljuk az immunrendszerünket. The best doctor in the world is our immune system. A legjobb orvos a világon az a saját immunrendszerünk. Let us go back to the history of this COVID virus outbreak. Nézzünk most egy kicsit vissza ennek a koronavírusnak a kitörésére. It was originated from Wuhan, China. Wuhanból, Kínából származik. And believed to have jumped from an animal species to humans in a seafood and wildlife market in Wuhan. És úgy tudjuk, hogy ez Wuhanban egy piacon robbant ki először. Ezen a piacon tengergyümölcseit és élő állatokat is árusítottak. The danger about this coronavirus is because the transmission is from human to human. Ami igazán veszélyes ebben a koronavírusban, az, hogy emberről emberre terjed. And these viruses are commonly spread from an infected person by coughing and sneezing. És főleg köhögéssel és tüsztentéssel terjed egyik emberről a másikra. Close personal contact, such as touching and shaking hands. Továbbá közeli személyes kontaktussal, például ha kezet fogunk valakivel, vagy megérintünk valakit. And touching an object or surface with the virus on it. Illetve úgy is terjed, hogyha hozzáérünk egy vírussal fertőzött felülethez vagy tárgyhoz. And then touching your mouth, your nose and your eyes before you wash your hands. És ha miután megérintettük ezt a fertőzött felületet, nem mosunk kezet, hanem egyből megérintjük a szemünket, a szánkat vagy az orrunkat. And of course it could be from fecal contamination. És széklettel is terjed ez a vírus. Initially this virus appears that the symptoms are show up to people between 14 days of exposure to the virus.
Kezdetben úgy tudtuk, és arról szó, hogy ez a vírus a tünetei olyan 14 nappal a megfertőződés után jelennek meg. And this is the incubation period, you don't have any symptoms. Ezt hívjuk inkubációs periódusnak, és ebben ez alatt a 14 nap alatt nincsenek tüneteid, ha megfertőződtél. And this incubation period is very dangerous because you could have carried the COVID virus to spread to your loved ones. És ez nagyon veszélyes, ez a 14 nap, mert lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy megfertőzöttél, de megfertőzöttél, és fertőzheted a szeretteidet. So when you have symptoms like fever, cough, shortness of breath, chest pain, chills, and this could be from mild to moderate symptoms. Tehát ha olyan tüneteid vannak, mint például láz, köhögés, légzési nehézség, mellkasi fájdalom, hideglázás, ezek lehetnek arra a tünetei, lehetnek enyhe, de lehetnek mérsékelt tünetek is. And the symptoms can progress from mild, moderate, severe to fatal. Can have high fever, breathing difficulty, severe cough, pneumonia, impaired liver function, and kidney failure. És ezek a tünetek az enyhétől a mérsékelten át a súlyosig, illetve a halálosig is terjedhetnek. A legsúlyosabb tünetek között a magas lázat, nagyon magas lázat, a komoly légzési nehézséget, légszomjat, a köhögőrohamokat, a kemény köhögést, a tüdőgyulladást, a csökkent májfunkciókat és a vese elégtelenséget tartjuk számon. The danger about this virus because it destroys the cells in the lungs tissue. Azért különösen veszélyes ez a vírus, mert a tüdőszövetben lévő sejteket pusztítja el. And patient can develop severe difficulty in breathing. És ezért nagyon nehézen lélegzik a megfertőződött beteg. And that could lead to fatal. És ez az, ami halálos is lehet. Look at the current situation, the pandemic situation is global. Nézzük meg jelenleg mi is a helyzet világszinten, ugye egy világjárványról beszélünk. And United States has 123,781 up to date with the COVID-19 infection. Ahogy láthatod a táblázaton is, az USA-ban 104,205 esetről beszélünk. And which is the leading statistics in the world. És ez a statisztikák alapján, ugye itt beszélünk a legtöbb esetről a világon. And in Europe, Italy is the leading statistics in COVID-19. Európában pedig Olaszország áll ennek a statisztikának az élén. Followed by Spain. Őt Spanyolország követi. Italy, in fact, a total of 92,472 cases so far. Olaszországban a napra készen megnézzük, már több mint 92,000 esetről beszélünk. And these are not just numbers, but the lives of the many. És ezek nem csak egyszerű számok, ez nagyon sok embernek az élete. When we look at the mortality rate in Italy, ha megnézzük az olaszországi halálozási rátát, my tears came down. Sorry, Jane. I was crying. Ha ránézünk az olaszországi halálozási arányra, elsírjuk magunkat. Because we lost so many lives. Mert rengeteg ember életébe került ez a betegség.
and look at the Spain. Nézzetek rá Spanyolországra is. The infection stabilizes, but the death rate rises sharply. Mert maga a vírusfertőzés sikerült stabilizálni, de a halálozási arány folyamatosan nő. And the infection in Hungary, confirmed cases is 408 cases. Nézzünk rá Magyarországra, itt jelenleg 408 megerősített esetről beszélünk. And the number of death is 13. És 13-an hunytak el koronavírus fertőzés következtében. So Hungary is very blessed. Magyarország még szerencsés helyzetben van. But it's time for us to take precautions and take prevention together. De itt az ideje mégis annak, hogy együtt tegyünk valamit a megelőzésért és a megállításért. And the situation in Malaysia, the COVID-19 is quite bad. Malajziában is elég rossz a koronavírus fertőzöttek aránya. And we had 2,031 cases confirmed. 2031 esetről beszélünk. And up to date, we have 34 deaths. Tehát 2470 betegedésről beszélünk, jelenleg Malajziában is 34-en hunytak el a megfertőződés következtében. So you and I, the problem, we have to unite together to fight the virus. És össze kell jönnünk nektek, nekem, össze kell fognunk annak érdekében, hogy meg tudjunk küzdeni ezzel a vírussal. I would like to highlight that we have to learn something from China. Sorry, Jane, can you please repeat? We need to learn something from China, how they fight infection. Valamit tanulunk Kínától, meg kell tanulnunk a kínaiaktól azt, hogy hogyan tudunk megküzdeni ezzel a fertőzéssel. And in fact, I got this report recently. It was from the director of China Chinese Medicine Institute, Mr. Li. Mr. Li-től, a kínai orvoslási adminisztrátorától kaptam meg ezt a jelentést, ezt nemrég küldte át nekem. He teamed up with the National Medical Support of China in Wuhan. Összeálltak a Wuhani Orvosok Szövetségével. And he sent 5 batches of the Chinese medicine team to help the infection. És küldtek Wuhanba 5 rakományt és 800 professzionális dolgozót, hogy a hagyományos kínai orvoslással megpróbálják megfékezni a járvány terjedését. Among the medical support team, 5,000 personnel they were from the Chinese Medicine Faculty. És egyébként ez az egész csoportban, akik részt vettek a kutatásban és a vírussal való küzdelemben, 5000-en a hagyományos kínai orvoslás egyetemén tanultak. They used lots of Chinese herbs in Wuhan COVID-19 and had been evaluated for this purpose. A kínai orvoslás gyógynövényeket használnak fel, és ezeket a gyógynövényeket felhasználták Wuhanban is a COVID-19 világjárvány megállítására. In prevention, in treatment and in rehabilitation. Felhasználták ezeket a gyógynövényeket megelőzésre, gyógyításra és utána való rehabilitációra is. And they make an observation evaluation. Sorry, couldn't hear you, Jane. They make observations and then later on they do evaluation. És megfigyelték, hogy milyen hatással vannak ezek a gyógynövények, utána pedig levonták a következtetéseket, megírták a megfigyeléseiket.
on 28th of January, 90% were confirmed having contacted the COVID-19 virus in Wuhan. 2020. január 28-án megerősítették, hogy a wuhani lakosság 90%-a megfertőződött COVID-19 vírussal. And 2nd of February, the isolation began. Február 2-án elkezdték az elkülönítést, a vesztegzárat. And on the 6th of February, cases reduced from 90% to 30%. És február 6-án már azt figyelhettük meg, hogy az esetek lecsökkentek 30%-ra. And on the 5th of March, cases reduced to 3%. Március 5-én pedig bejelentették, hogy az esetek lecsökkentek 3%-ra. Observations by the team. Ezeket az orvosok. They confirmed the Chinese herbs has the ability to stop the progression of the disease from mild to moderate, from moderate to severe, from severe to fatal. És az orvoscsoport, aki ezzel foglalkozott, megerősítette, hogy igenis a kínai gyógynövényeknek szerepe van abban, hogy megakadályozzák a vírus terjedését és hogy gyógyítsák ezt. Ezt minden szinten tapasztalták, az enyhétől kezdve a mérsékelten át a komoly tünetekig. And 10 provinces were chosen. 1,261 patients were given the herbal lung detox soup. 10 megyét választottak ki, hogy teszteljék ezt a módszert. Összesen 1261 betegen tesztelték. Ezek a betegek egy levest, egy detox levest kaptak, amit ezekből a kínai gyógynövényekből főztek. And the observations reveal none of the mild symptom patients developed to moderate symptoms. And none of the moderate symptom patients developed to severe symptoms. És megfigyelték, hogy ennek köszönhetően az enyhe tünetekkel rendelkező betegek közül senkiben nem tapasztaltak utána mérsékelt tüneteket, és szinte akik mérsékelt tünetekkel érkeztek hozzájuk, ennek a gyógymódnak köszönhetően nem kerültek súlyosabb állapotba. This is a very good observation for all of us. Ez egy nagyon fontos megfigyelés mindannyiunk számára. It gives us hope. Mert ez reményt ad nekünk. So the efficacy of the Chinese medicine is to reduce high fever. Tehát minden nagyon fontos számunkra a kínai orvoslás tudja csökkenteni a magas lázat. Improves lung ventilation. Segíti a tüdők oxigénellátását. Improves cellular oxygenation. Segíti a sejt szintű oxigénellátást. And reduce the fibrosis lung tissues. És csökkenti a tüdőszövetekben a fibrózist. And the root cause of this COVID-19 that caused death is because of fibrosis of the lungs. Mert hogy miért is halnak meg az emberek COVID-19-ben? Az halálozás oka az a tüdőben a tüdőszövetek fibrózisa. With the combination of the Chinese medicine and Western medical treatment, mortality rate in Wuhan are able to be reduced. Tehát a hagyományos kínai orvoslás és a nyugati orvoslás egyesítésével Wuhanban képesek voltak csökkenteni a halálozási arányokat. So, when we want to take precaution and prevention, you need to understand the nature of the virus.
Tehát, ha szeretnénk megelőzni és szeretnénk megelőzni a vírust, az meg is kell értenünk azt, hogy hogyan működnek a vírusok. Viruses are infectious. A vírusok fertőzőek. They need a host to survive and reproduce. Szükségük van egy vírusgazdára ahhoz, hogy túléljenek és reprodukálni tudják magukat. It has the ability to mutate. Képesek mutációra is képesek a vírusok. And virus can infect human, animals, plants and even microorganisms. És a vírusok képesek megfertőzni embereket, állatokat, növényeket és mikroorganizmusokat is. Virus is not a living cell like bacteria. A vírus nem egy élő sejt, mint például a baktériumok. Therefore, no antibiotics can kill viruses. És éppen ezért a vírusok nem gyógyíthatóak antibiotikummal. And when you look at virus, you cannot see with your naked eyes because it is so small. És ha ránézel a vírusra, ezt szabad szemmel nem is látod, mert annyira kicsi. Compared to bacteria, it is 1000 times smaller than bacteria. Ha összevetjük például a baktériumok méretével, a vírus ezerszer kisebb, mint egy baktérium. In prevention, we need to understand how the coronavirus spread in the body. A megelőzés miatt fontos, hogy meg tudjuk azt is, hogy megértsük, hogy hogyan terjed a koronavírus az emberi testben. You look at the virus, you have spots on. Nézzetek rá erre a vírusra, ennek ilyen tüskéi vannak. And the spots will release a protein and will attach to the receptor on the human host cell. És ezek a kis tüskék kibocsátanak ki bizonyos proteineket, amik rátapadnak a gazdasejtre. Yeah, you look at picture number one. Nézzetek meg az egyes számú képet. So when the virus enters the host cells, it will produce a content into the host and starts to replicate. Tehát behatol a gazdasejtbe a vírus, és elkezdi itt reprodukálni magát. So when the newly formed coronavirus leaves the host cell, it starts to spread. És amikor elhagyja a gazdasejtet, elkezd terjedni. And can be spread through your droplets, through sneezing, coughing. És hogyan terjed? Cseppfertőzéssel, terjed, hogyha köhögsz, tüsszentesz például. So there are a few ways you and I can stop the virus from spreading. És éppen ezért van néhány módja annak, amivel te is, én is meg tudjuk állítani ennek a vírusnak a terjedését. When the virus enters your body, if you have a very good immune system, ha a vírus be is kerül a testedbe, de neked nagyon jó immunrendszered van. One of the action of the immune system is engulf or digest, ingest, eat away the virus. Az immunrendszer először is bekebelezi ezt a vírust. And you, if you have good immune system, you have a team of good cytotoxic T cells. De hogyha be is került a szervezetedbe, az immunrendszeredbe elindít egy reakciót erre, főleg a citotoxikus T-sejtekkel. And these cytotoxic T-cells can destroy the infected cells. Ezek a citotoxikus T-sejtek képesek elpusztítani a vírusfertőzött sejteket. And if you have a good immune system, you will have a good interferon levels. Ha erős az immunrendszered, akkor nagyon jó a szervezeted interferon szintje is. And the interferons will interfere
the replication of the virus in the cells. Az interferonok pedig megvédenek a vírusok reprodukciójától, azáltal meggátolják a vírusok sejten belüli szaporodását. And the interferon also acts as a cellular phone to warn the nearby cells that there is infection. Therefore, the immune system will team together to destroy the virus. Az interferonok továbbá úgy is működnek, mint egy mobiltelefon, tehát jelző molekulákként működnek a szervezetünkben. Jelzik a környező sejteknek, hogy jelen van egy vírus a szervezetben, ezért a sejtek összefognak a jelzés után, és felveszik a küzdelmet a vírussal. And if you have antibodies, it is very great weapon to neutralize the virus. Továbbá, hogyha vannak antitestek, ellenanyagok a szervezetedben, ezek is fontosak, mert képesek semlegesíteni a vírust. Coronavirus has very high infectivity, but low mortality. A koronavírus nagyon fertőző, de a halálozási ráta, a halálozási arány mégis alacsony. You look at the past history, the H1N1 pandemic, the mortality rate was 0.02%. Tehát a fertőzési arányszám magas, a halálozási arányszám alacsony. Ha megnézzük például itt az eddig ismert nagy vírusokat, például a 2009-es sertés influenza esetében a halálozási arányszám 0,02% volt. The SARS in 2003, the mortality rate was 10%. A 2003-as SARS járvány esetében 10% volt a halálozási arányszám. The MERS in 2012 was 35% mortality rate. A 2012-es MERS esetében pedig 35%-ról beszélünk. And the Ebola virus in the year 2014, the mortality rate was 50%. Az a 2010-es Ebola esetében pedig, a 2010-es Ebola járvány esetében pedig 50%-ról beszélünk. And COVID-19, the mortality rate is 3-4%. A 2019-es koronavírus, COVID-19 esetében pedig 3-4% a halálozási arányszám. So what is the best solution? Mi a legjobb megoldás? Avoid exposure to COVID virus 19. Került a COVID az olyan helyzeteket, amelyekben ki tudott tenni magad a COVID-19 járvány való megfertőződésnek. Strengthen your immune system to optimum level at all times. Dolgozz azon, hogy az immunrendszered mindig a lehető legmagasabb, legjobb szinten legyen. Feed your immune system with the right nutrients. És tápláld az immunrendszered a megfelelő tápanyagokkal. So they can defend your body. Mert így meg tudják védeni a szervezetedet. How to boost your immune system? Mivel tudjuk megerősíteni az immunrendszerünket? Exercise is very important. A testmozgás nagyon fontos. When I was in Europe giving health seminars, amikor Európában jártam, és egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat tartottam, when I asked the crowd, how many of you exercise every day? És megkérdeztem a közönséget, közületek hányan tornáznak minden nap? Less than 10% of the crowd would exercise every day. A résztvevőknek kevesebb, mint 10%-a jelentkezett, hogy igen, én minden nap végzek testmozgást. Exercise is very essential, is mandatory for all of us to maintain good immune system. A mozgás alapvetően fontos, sőt, kötelező mindannyiunk számára ahhoz, hogy az immunrendszerünk megfelelő állapotban legyen.
Now it's locked down in our country, so we have to do exercise in the home, whatever way you can. Most mindannyian be vagyunk zárva az otthonainkba, de ennek ellenére meg kell találnunk a módját annak, hogy otthon is a házon belül tudjunk tornázni. One of the best way, if you watch TV, you don't sit, you jump or you dance on the spot to make yourself healthy. Például ez jó megoldás az, hogy amikor tévét nézel, ugrálsz egy kicsit, mozogsz, tehát nem ülve nézed a tévét. Sleep is very important for all of us to maintain good immune system. Az alvás nagyon fontos mindannyiunk számára, ahhoz, hogy az immunrendszerünk optimális állapotban legyen. People today sleep too much at the wrong time. Manapság az emberek túl sokat alszanak a rossz időben. And sleep too little at the right time. És nagyon keveset a megfelelő időben. And you need to sleep between 6 to 8 hours. Egy nap 6, tehát fontos, hogy 6-8 órát aludjunk egy éjszaka. Why you need to sleep at the right time? Miért olyan fontos, hogy a megfelelő időben aludjunk? Your body clock, your liver and your gallbladder starts to rejuvenate from 11 a.m. to 3 a.m. Azért fontos, mert a testünkben lévő szervek, például a májunk egy meghatározott időben méregtelenítenek az éjszaka folyamán. You need to have healthy liver to maintain good physical and mental health. Nagyon fontos az, hogy a májunk megfelelő állapotban legyen ahhoz, hogy tökéletes mentális és testi állapotban tudjuk magunkat fenntartani. You are what you eat. Az vagy, amit megeszel. Our diet is very important. Nagyon fontos, hogy hogyan étkezünk. We should take 4 portions of alkaline food every day on your plate. Minden nap 4-szer kellene lúgosító élelmiszereket fogyasztanunk. The alkaline food comes from plant-based fruits and vegetables. Mik is ezek a lúgosító élelmiszerek? A zöldségek és a gyümölcsök. Acidic food come from animals. Animal protein like meat, mutton, chicken and milk. A savasító élelmiszerek általában állati eredetűek, ilyen például tehát a hús, a csirke, a hal és a tejtermékek. So take minimum acidic food and take more alkaline food, especially at this crucial period in Europe. Tehát fontos lenne alapvetően is, hogy a minimálisra csökkentsük a savasító ételek számát, és minél több lúgosító élelmiszert fogyasszunk, de főleg most ezekben a járványos időkben igyekezzünk még jobban odafigyelni erre. And today we are eating too much. És manapság az emberek túl sokat esznek. And it's time for us to practice intermittent fasting to boost our immune system. És eljött az ideje annak is, hogy időszakos böjtöt tartsunk, annak érdekében, hogy optimálisan tudja működni az immunrendszerünk. You're very blessed in Europe because you have a wide range of DSM products. Ti Európában nagyon szerencsések vagytok, mert rengeteg DSM termék elérhető számotokra. And they are so nutritious, and you can choose your favorite products. És ezek mindegyik termék nagyon tápláló, és mindenki megtalálhatja a kedvencét közöttük. I always like to carry a shaker with me. Én mindig hordok magammal egy shaker, nagy shaker poharat. You can put your enzyme, your codipan, your morinzi. Ezekbe be lehet tölteni az enzimeket tartalmazó italokat, például a kordipányt vagy a morinzit.
your resilient powder or GL powder. És hozzá tudjuk tenni a por állagú termékeket, például a GL port, a poria port. And these are so nutritious. When you fast, all these nutrients supports your cells in the body, especially your immune system. Ezek nagyon fontosak, amikor böjtöt tartasz, és segítenek az immunrendszerednek megfelelő állapotba kerülni. Mi van, találtál valamit? You don't have to fast whole day. Hogy lehet? Just fast in the morning. Fényképet küldem. Jane, excuse me. Mindenki más kapcsolja le, legyen szíves a mikrofonját. Köszönöm. Can we have the question later, Palma? Can we have the question later? I told the people to turn down the microphone, so just you and me talking. Okay. So, thank you. Can you please repeat? Yeah. Okay. So our intermittent fasting, it can be once a day in the morning. Tehát ezt az időszakos böjtöt megtarthatjuk naponta egyszer is, például reggel. Intermittent fasting, it can boost our immune system, especially our gastrointestinal functions. És ez az időszakos böjt, ez nagyon jól fel tudja tuningolni az immunrendszerünket, főleg az emésztőrendszerünket. Now, stress actually it can also cause a lot of problems in our body. Beszéljünk a stresszről is. A stressz rengeteg problémát okoz a szervezetünknek. DSN Sunya therapy is a very good way to reduce our stress. A DSN Sunya terápia nagyon jó arra, hogy csökkentsük a stressz szintjét a szervezetünkben. What is Sunya therapy? Mi is ez a Sunya terápia? Sunya therapy is to reset our mind. Ez arra szolgál, hogy újraindítsuk az elménket. You start with reverse counting and breathing exercise. Elkezdesz visszafelé számlálni és odafigyelni a lélegzetedre. It's nothing to do with religion. Ennek semmi köze a valláshoz. So you can learn from your expert in Hungary. Úgyhogy meg tudjátok tanulni magyar szakemberektől is. We must also drink enough water to keep ourselves hydrated. Nagyon fontos, hogy elég vizet igyunk, ahhoz, hogy a szervezetünk megfelelő hidratáltságát fenntartsuk. How do you feed your immune system? Hogyan tudjuk táplálni az immunrendszerünket? Ganoterapy actually is preventive science. A ganoterápia a megelőzés tudománya. The founder is our CEO, Dr. Lim. Kérek a ganoterápiának az atya, ő a mi alapítónk és elnökünk, Dr. Lim. Since 1993, he had been teaching ganoterapy all over the globe. Ő 1993-tól tanítja a ganoterápiát az egész világon. And up to date, DXN is 27 years. A DXN most már 27 éves. And DXN has already extended to more than 180 countries worldwide. És a világon már több mint 180 országban jelen van. More than 9 million people are taking Ganoterapy products. És az egész világon már több mint 9 millió ember fogyasztja a ganoterápiás termékeket. And Dr. Lim, his teaching is still going on. És Dr. Lim ennek ellenére, ezeknek a nagyszámoknak az ellenére még mindig tanít és mindig folytatja a munkáját. From the bottom of our heart, we would like to thank you, Dr. Lim, for the range of Ganoterapy products. Köszönjük meg Dr. Lim, a szívünk mélyéről ezt a fantasztikus ganoterápiás választékot, amivel ellátott minket. The Ganoterapy started with RG and GL. A ganoterápia az RG-vel és a GL-lel kezdődött.
The history of DXN is already 27 years. A DXN története ugye már 27 évre néz vissza. RG and GL is fruit, which is Ganoderma. Az RG és a GL élelmiszerek, tehát Ganoderma. Ganoderma. It has been consumed by people all walks of life. Ezt bárki fogyaszthatja életkortól függetlenül. Ezeket. And transform many people from poor health to good health. És már rengeteg embernek segített rossz egészségi állapotból jó egészségi állapotba kerülni. An hour ago we just had a webinar with Dr. Lin. És ezért nagyon hálásak lehetünk Dr. Linnek. He confirmed RGGL is very good for immune system. Ő megerősített minket abban, hogy az RG és a GL nagyon jó az immunrendszer számára. And throughout his journey in DSM, the Ganoderma has helped so many kinds of virus, including HIV. És ő a karrierje során már bebizonyosította azt is, hogy az RG és a GL nagyon hasznosak vírusfertőzések leküzdésére is. Például használták HIV terápiában is ezeket a termékeket. And he encouraged all of us, especially at this pandemic, take mega dosage of RG and GL, 30 RG, 30 GL on a daily basis. És arra bíztett minket, hogy továbbra is fogyasszuk ezeket a termékeket, és most ennek a világjárványnak az idején fogyasszunk megadózist ezekből a termékekből, 30 RG-t és 30 GL-t egy nap. I am in DXN for 19 years. Én már 19 éve vagyok a DXN-nel. My journey is in DXN also experience loss of virus infection. És én is megtapasztaltam már az utam során, hogy a DXN termékeknek köszönhetően meg lehet szabadulni járványos megfertőződéstől. One of the dangerous viruses in Malaysia is dengue fever, which is carried by mosquito. Itt Maláziában is nagyon súlyos megfertőződések vannak, amiket a szúnyogok terjesztenek. And this virus can cause bleeding and cause death among the patients. Ez a dengue láz, amiről én beszélek, és ez kanyaróhoz hasonló, nagyon magas lázat és vérzéseket okoz a szervezetben. And I remember my first case of dengue fever. The lady was critical. She was dying. És emlékszem, amikor hozzám került az első betegem, aki ebben a megfertőződésben, ebben a dengue lázban szenvedett, ő kritikus állapotban volt, gyakorlatilag már haldoklott. And at that time, I told her to take mega dosage of GL. She was taking 10 capsules of GL every hour. És én akkor azt mondtam neki, hogy megadózist kell szednie az RG-ből, 10 kapszulát szedett óránként. And she recovered from the dangerous virus in 3 days. 3 nap alatt meggyógyult ebből a nagyon veszélyes fertőzésből. And I also had a baby patient. She was only 3 years old. Volt egy újszülött páciensem is, még csak 3 napos volt. A baby with virus infection, what can you do? És mit tehetsz, ha egy újszülött, egy vírusfertőzött újszülött kerül hozzád? We need to boost the immune system. Fel kell erősítenünk az immunrendszerét. I gave her 5 capsules of GL every hour. Neki minden órában 5 kapszulát adtam. And in 3 days. Yeah. In 3 days she recovered from the virus. És ez a baba is 3 nap alatt meggyógyult a vírusfertőzésből. There are many more I will not mention here. Nagyon sok ilyen esetem volt még, nem fogom most mindegyiket felsorolni. Yeah, in Ganoterapy we also speak about enzymes.
A ganoterápia keretein belül fontos az enzimekről is beszélnünk. Due to our poor diet, our stress. Mivel helytelenül táplálkozunk és stresszesek vagyunk, you can deplete a lot of enzymes in your body. Hiányoznak a szervezetünkből az enzimek. Without enzymes, your cell cannot function, your immune system cannot function. De enzimek nélkül a sejtjeink nem tudnak működni, az immunrendszerünk nem tud működni. And this can give you the best enzyme, your pineapple enzyme, which is codified with cordyceps. És a legjobb enzimet a DX-en adja nektek, ez az ananász enzime a kordipány termékben. It promotes cellular function. Elősegíti a sejtek működését. Digestive function. Az emésztést. And especially now, the pandemic of the COVID-19, it improved lung functions. És nagyon fontos kiemelnünk, főleg most a COVID-19 világjárvány idejében, hogy ez az enzim segíti a tüdő működését. And in Ganoterapy we also speak about spirulina. Beszéljünk a spirulináról is, ez is egy fontos része a ganoterápiának. Spirulina contains a wide spectrum of micronutrients to support our body. A spirulina nagyon gazdag mikrotápanyagokban, amelyek támogatják a szervezetünket. Most important things is it contains a lot of chlorophyll. A klorofilban nagyon gazdag a spirulina. You help us to build quality red blood cells. Ez segít abban, hogy jó minőségűek legyenek a vörös vérsejtjeink. And you also enhance your liver and spleen functions. Segíti a májunk és a lépünk működését is. And all these are our immune organs. És ezek nagyon fontos szervek az immunitás szempontjából. Over the years, ganoterapy also developed so many kind of mushrooms. Ganoterapia sok éves tapasztalatában rengeteg gombát tanulmányoztunk. We have cordyceps. Ugye van cordycepsünk. Cordyceps now is very important at this COVID-19 pandemic. A cordycepsnek is nagyon fontos szerepe van most a COVID-19 világjárvány idejében. It enhances the lung functions. Mert elősegíti a tüdők működését. Improve your oxygenation in the lungs. Segíti a tüdő oxigén ellátását. Enhance your immunity, especially your NK cells. Segíti az immunitást a szervezetedben, főleg az NK ölősejtek működését. And most importantly, it can prevent fibrosis in the lungs. És legfontosabb, hogy segít abban, hogy megelőzze a tüdőkben a fibrózis kialakulását. We also have lion's mane. Van lion's mane, oroszlán sövény gombánk is. It's very good for your gastrointestinal system. Ez nagyon hasznos a végbeleg szempontjából. If you have poor gastrointestinal system, you will have poor immunity. Mert ha nem jól működik a gastrointestinális rendszerünk, akkor nem fog jól működni, az egész immunrendszerünk nem fog jól működni. At the same time, lion's mane improves small blood vessels. Can you please repeat, Jane? I didn't hear you. Lion's mane also improves small blood vessel circulation. És a lion's mane elősegíti a véredényekben is a vér áramlását, a vérkeringést. So if you combine with cordyceps, it really helps us to help our patients around us with COVID-19 infection. Tehát ha együtt alkalmazzuk a lion's mane-t a cordyceps-szel, akkor nagyon hatékony fegyvert adunk a
egy COVID-19-szel megfertőződött beteg kezébe is. And we have other essential functioning food like morinzi. Vannak még további fontos funkcionális élelmiszereink is, ilyen például a morinzi. Morinzi actually is noni plus rosel. A morinzi az ugye noni és rosel keveréke. And it can improve blood circulation, especially in the lungs. És ez elősegíti a vér áramlását, különösképpen a tüdőben. Enhance your immunity. Fokozza az immunitásodat. So it is a very good product for mental and physical health. Ez egy kiváló termék arra, hogy a testi és mentális egészségedet elősegítsd. I would give a credit to our crown ambassador in Hungary, Mr. Kocsó László. Például kiemelném a magyar koronás nagykövetünket, Kocsó Lacit. Because he has been drinking a bottle 285 ml of morinzi every day for more than a year. Mert ő már több mint egy éve minden nap megiszik egy 285 ml-es üvegnyi morinzit, egy egész üveg morinzit. I'm very confident he has maintained his optimum immune system. Úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy az ő immunrendszere tökéletes állapotban van. We have other products like Androgy, which is Androgratis. Van további hasznos termékekről az Androgy. And this is very important because the history of Androgy in India is very good for antivirus. És ennek a terméknek nagyon fontos a története, mert Indiában már nagyon régóta használják a vírusokkal való küzdelemben. There was outbreak of bird flu in the year 1911. Ugye itt kitört 2011-ben a madár influenza. And this bird flu killed a lot of people all over the globe. A madár influenza az egész világon rengeteg áldozatot követelt. But in India very few people were infected with the virus. Indiában viszont nagyon kevesen kapták ezt a fertőzést. Because most of them were taking the Androgy daily to protect themselves from the virus. Azért, mert nagyon sokan napi szinten fogyasztották az Androgyt, hogy megvédjék magukat ettől a vírustól. And what is ganoterapy? You need to know. Én nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy mi is a ganoterápia. There are four observation theories you need to understand. A ganoterápiával kapcsolatban négy elmélet van, amit fontos, hogy megértsetek. Illness is caused by two sources, toxins, and the body is out of balance. A betegségeket két tényező okozza, a méreganyagok jelenléte és a szervezet kiegyensúlyozatlansága. The toxins can be from your food or the environment. Ezek a méreganyagok az élelmiszereken keresztül, vagy a környezetünkön keresztül kerülnek a szervezetünkbe. And the toxins can come from our metabolic waste. Jöhetnek az emésztésből is. And Ganoderma supports and feeds our body, and the body can heal by itself. A ganoderma támogatja a táplálást, támogatja a szervezetet, így a szervezet képes lesz önmagát meggyógyítani. Any reaction after taking ganoderma is not caused by ganoderma, but your immune system is healing on your problem areas. És hogyha a ganoderma fogyasztás során bármilyen reakciót is észlelünk, azt nem a ganoderma váltja ki, hanem az immunrendszerünk dolgozik a problémás területeken a szervezetünkben. The dosage of the ganoderma depends on the body condition.
A ganoderma adagolása azon, hogy milyen mennyiségben adagolják, azon múlik, hogy milyen állapotban van a szervezetünk. Not on the diseases. Nem a betegségen múlik. This is food, so you do not need a protocol. Ez egy élelmiszer, nem kell hozzá semmilyen protokollt követni. So all of us can take actions to protect ourselves. Mindannyiunknak kell bizonyos meg kell bizonyos lépéseket tennie annak érdekében, hogy megvédjük magunkat. Protect your loved ones. Hogy megvédjük a szeretteinket. Protect our community. És hogy megvédjük a közösségünket. Now, we have to understand why hand washing is so important. Meg kell értenünk, hogy miért is annyira fontos a kézmosás. Wash your hand regularly with plenty of soap and water. Fontos, hogy rendszeresen mossuk a kezünket sok vízzel és sok szappannal. Washing with soap and water is an effective way to destroy and dislodge many microbes, including the new coronavirus. Mert hogyha rendszeresen mossuk szappannal és vízzel a kezünket, ezzel hatékonyan el tudjuk pusztítani a vírusokat, és ezek között az új koronavírust is. Do not underestimate the power of washing hands with soap. Úgyhogy ne becsüljük le a szappanos vizes kézmosás erejét. Let us look at the structure of the virus. Nézzük is meg, hogy milyen ennek a vírusnak a struktúrája. Yeah, you can see spikes on the virus. Láthatok, hogy ennek a vírusnak ilyen kis tüskéi vannak. It looks spiky. Tehát ez egy ilyen tüskés kinézete van neki. And the virus have the membranes. És membrányai vannak ennek a vírusnak. And the membrane actually is very fragile. It's made from lipids, which is fatty tissues. Ez a membrán, ami ezt a vírus kapja, ez lipidekből épül fel, de nagyon törékeny. And when you wash your hand with the soap, this soap will destroy the capsule of the virus. We were talking about washing hand with soap and water. But when you don't have soap and water, keep an alcohol-based sanitizer ready. Tehát ott tartottunk, hogy nagyon fontos a szappanos kézmosás, hogy elpusztítsuk a vírust, de mit tehetünk, hogyha nincs kéznél víz és szappan, hordjunk magunkkal alkohol alapú fertőtlenítőszert. And don't touch your eyes, your mouth or nose with unclean hands. És soha ne érintsük meg a szemünket, a szánkat vagy az orrunkat koszos kézzel. And keep your distance of at least 1 meter from anyone coughing or sneezing. És tartsunk minimum 1 méter távolságot bárkitől, aki köhög vagy tüsszent. Follow no touch greeting, avoid the contagion. No handshakes, no hugs and no kisses. Amikor üdvözlünk valakit, akkor fontos, hogy ne érintkezve köszönjünk neki, tehát ne fogjunk kezet, ne ölelkezzünk és ne puszíjunk meg senkit. Do not touch the public handrails, wear gloves if possible. Ne fogjuk meg a közlekedésen a korlátokat, és hogyha lehet, akkor viseljünk kesztyűt. And the doorknobs. And? The doorknobs. És a kilincseket se fogdossuk. Okay. So don't travel or visit crowded places. Kerüljük az utazást, és ne látogassunk zsúfolt helyeket. Do wear a mask if you're sick, if you cough and cold, you do not know what kind of virus you are carrying, and also if you're taking care of someone with the symptoms, always wear a mask.
Nagyon fontos a maszk viselése. Viselj maszkot, hogyha beteg vagy, betegnek érted magad, tüsszentelsz, vagy köhögsz. És azikor is nagyon fontos a maszk viselése, hogyha egy olyan embert ápolsz, akinek tünetei vannak. Take a shower immediately after you return home from the outside. Nagyon fontos, hogy azonnal lezuhanyozz, amint hazaérkezel, hogyha kint jártál. Change and wash your clothes immediately. Azonnal öltözd át, és mosd ki a ruháidat. Do not get near your family members until you have taken your bath. És ne menj a családtagjaid közelébe zuhanyozás előtt. Clean and disinfect your house regularly if you have family members who are working. Ha vannak olyan családtagjaid, akik a lakáson kívül dolgoznak, nagyon fontos, hogy rendszeresen takaríts és fertőtlenítsd a lakást. Do not wear shoes indoors if possible. Ha lehetséges, akkor bent a lakásban ne viselj cipőt. If you feel unwell, seek medical attention. Ha rosszul érzed magad, akkor lép kapcsolatba orvossal. If you have a fever, cough or breathing difficulty, stay indoors. Ha lázad van, köhögsz, vagy nehezen veszed a levegőt, akkor maradj a lakásodban. Call healthcare professionals and follow their advice. Hívd fel orvost, vagy tehát egészségügyi szakemberek, hívd fel egy egészségügyi szakembert, és kövesd a tanácsát. Do not share unknown and unreliable sources about the outbreak. Ne oszd meg hamis híreket, vagy megbízhatatlan forrásból származó híreket a járvánnyal kapcsolatban. Only share the genuine information coming through medical experts. Csak is autentikus, megbízható információt oszd meg, ami egészségügyi szakemberektől származik. I have some tips for you to help yourself when you are unwell. És arra is van tippem, hogy mit csinálj, hogyha rosszul érzed magad. Rinse and gargle your mouth with salt water. Öblítsd ki a szád, és gargalizálj sós vízzel. Gargling with salt water helps to remove the mucus built up in your respiratory tract and nasal cavity. A sós vízzel való gargarizálás segít abban, hogy ezeket a nyálkákat, amik felépültek, amik beépültek a légzőszerveinkbe és az orrüregeinkbe, eltávolítsuk. It is one of the easiest and oldest home remedy for sore throat. Ez a egyik legegyszerűbb és legrégibb gyógymód a torokfájásra. And salt water reduces the inflammation and relieves the pain of your gum and throat. A sós víz segít csökkenteni a gyulladást, és csökkenti a torok és az íny fájdalmakat. So rinse your mouth with salt water frequently. Szóval öblögessünk gyakran sós vízzel. If you have come in contact with the cases, ha kapcsolatba kerültél megfertőződött személlyel, even they you do not know what kind of virus you are carrying, még ha nem is tudod, hogy milyen típusú vírus bujkál benned, isolate yourself at home in a room by yourself. Izoláld el magad otthon, helyezd magad karanténba és szobában egyedül. Wearing a mask at all times. És mindig viselj maszkot. Family members must also wear masks at all times, so long there is no transmission via droplets. Fontos, hogy a családtagok is mindig viseljenek maszkot. Ezzel elkerülhetjük a vírus csepp fertőzéssel való terjedését. This is important measures
to protect your loved one at home. Ezek nagyon fontos lépések annak érdekében, hogy otthon megvédjük a szeretteinket. You can have small children in the family. Mert lehetnek a családban kisgyerekek is. You may have some elderly who have poor immune system. És lehet, hogy idős emberek is vannak a családodban, akiknek gyengébb az immunrendszere. So protect your loved ones, start with you. Tehát kezd a szeretteid védelmét saját magaddal. Clean your house using 75% and above alcohol. A lakásod tisztításához, fertőtlenítéséhez használj olyan terméket, amely több mint 75% alkoholt tartalmaz. Clean every corner and even the furniture with the sanitizer. Fertőtlenítsd, ezzel a fertőtlenítővel tisztítsd meg a lakásod minden egyes sarkát, még a bútorokon is menj át a fertőtlenítővel. And we have a range of rainbow food for your immune system. És nagyon széles skáláján, nagyon széles az immunrendszert támogató termékeink skálája. DXN give us all the food for immune system, like Ganoderma, RZGL. A DXN-től minden terméket megkapunk az immunrendszerünk támogatására, kezdve a Ganoderma RG-vel és GL-lel. We have Cordyceps. Cordycepsünk is van. Lion's Mane. Borrelia, Spirulina, Blackcomb, Androgy, Rosel and Enzymes. Borrelia, spirulina, black cumin, androgy, rozel és enzimek is megtalálhatóak a termék kínálatban. You are quite lucky in Hungary and other parts of the Europe because you have RG and GL capsules. Ti Magyarországon és a legtöbb európai országra ez érvényes. Nagyon szerencsések vagytok, mert vannak RG és GL kapszuláitok. You have RG powder, you have GL powder. És ezek por állapotban is, RG por például megtalálhatóak. Ja, Reishilium powder. És a Reishi por is megtalálható nálatok. So make full use of your favorite product. Tehát kiválasztod a kedvenc termékedet, és használd azt. Just make a concoction like me, 800 ml water with your Reishilium powder, your cordyceps powder, or your spirulina powder, you is your choice. És készíthetek ti is egy olyan főzetet, mint amilyet én szoktam magammal vinni, 800 ml víz, és ehhez adok hozzá RG-port, GL-port, a kedvencedet hozzáadhatod. And you want to make it nice, you can put codipine and morinze. És hogyha még jobban fel szeretnéd ezt dobni, akkor tehetsz hozzá cordipine-t, vagy pedig morinzit. For those members outside Europe and other parts of the world, you don't worry, you just make full use of the products available in your country. Hogyha Európán kívüli taggal beszélünk, és nem elérhető egy ilyen széles termékkínálat az adott országban, nem kell aggódni. A lényeg, hogy az elérhető termékeket maximális mennyiségben fogyassza az illető. Yeah, all the nutritious food for your immune system. Ezek mind tápláló élelmiszerek, táplálják az immunrendszeredet. We have trillion cells in our body. Mert több billió sejt van a testünkben. You only eat what you like to eat. De ha csak azt eszed, amit szeretsz enni, so most of your cells actually is deprived of nutrients. A sejtjeid nagy része nem jut a megfelelő tápanyagokhoz. And Ganoderma and Spirulina is one of the most nutritious food on earth for our immune system. És a Ganoderma és a Spirulina a legtáplálóbb élelmiszerek a földkerekségen az immunrendszerünk optimális állapotba hozásához. And this immune system not only for you. És ez az immunrendszer ez nem csak
neked van. For your kids. A gyermekeid számára. Our loved one, our husband, our parents, and all our family members. A szeretteink, a férjed, a feleséged, a szülei, gyermeked, mindenkinek. If your neighbors do not know about these products, tell them, share your experience and share your knowledge at this critical situation in Europe. Protect ourselves with the right nutrients. Tehát, hogyha a szeretteid közül valaki még nem ismeri ezeket a termékeket, akkor főleg most ebben a járványos időszakban fontos, hogy megismertesd velük ezeket a termékeket, hogy mindannyian tudjuk az immunrendszerünket erősíteni. And I would like to highlight a few products here because they have anti-inflammatory effects. Szeretnék kiemelni néhány terméket, mert ezeknek különösen magas a gyulladás csökkentő hatása. Especially now the pandemic of the COVID-19. Főleg most így a COVID-19 világjárvány idején. The first sign of the problem is inflammation of the lungs. Ugye az egyes számú probléma az a tüdők gyulladása. Inflammation. So we can make full use of coria, which has anti-inflammatory effect, combined with cordyceps, spirulina, and you can add morinzi and condify as a concoction to reduce the inflammation in the lung. Tehát ezért kiemelten fontos termék például a poria, mert nagyon magas gyulladás csökkentő hatással rendelkezik. Ezt kombinálhatjuk cordyceps-szel, spirulinával, lekuminnal, és hozzáadhatunk még morinzit és kordiványt is. And for those who are not well and you don't have any appetite to eat, azok számára, akik nagyon rosszul érzik magukat, és egyáltalán nincs étvágyuk, nem akarnak enni semmit. It's best to give them some nutritious food, like GL powder. Különösen fontos, hogy tápláló élelmiszereket kapjanak, például a GL por és a spirulina por. You can make them into a paste and add some morinzi or codipine to make it tasty. Ezeket összekeverheted egy kis vízzel, egy kis, és add hozzá kordipányt és morinzit, hogy finomabb legyen a főzet íze. GL contains more than 400 kinds of micronutrients. A GL-ben több mint 400 féle mikrotápanyagot találhatunk meg. And all these micronutrients holistically support your cells, tissue, organ and system. És ez a több mint 400 mikrotápanyag holisztikusan támogatja a sejtjeinket, a szöveteinket és a belső szerveinket. When you are getting the right nutrients for your body, then your body will have natural healing abilities. Ha a megfelelő tápanyagokat megadjuk a szervezetünknek, akkor helyre tudjuk állítani a szervezetünk természetes öngyógyító képességét. Keep yourself hydrated with frequent sips of water and keep your throat moist all the times. Fontos, hogy fenntartsuk a szervezetünk kellő hidratált állapotát, ezért fontos, hogy gyakran kortyoljunk vizet, ezzel a torkunkat is mindig nedvesen tudjuk tartani. So with the informations I'm giving you, tehát ezekkel az információkkal, amiket én most átadok nektek, share your knowledge. Osszátok meg a tudásotokat. Share your experience. Osszátok meg a tapasztalataitokat. Most importantly, share your passion and heart. És a legfontosabb, hogy a szenvedélyünket megosszuk. Let us work together. Fontos, hogy együtt érzed legyünk, együtt kell dolgoznunk.
to map out the COVID-19 infection. Mert csak így tudjuk legyőzni a COVID-19 fertőzést. I wish all of you good health and stay well. Én mindannyiótoknak nagyon jó egészséget kívánok, és kívánom, hogy továbbra is jól legyetek, vigyázzatok magatokra. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm.